A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Augusztus 3-a Hermina névnapja van. 152 évvel ezelőtt megszületett Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró. 523 éve Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. Elkezdődött az ideiglenes biztonsági határzár kivitelezése a magyar-szerb határon. Hatalmas vihar pusztított tegnap Palicson. Az aracsi puszta templomot ünnepelték vasárnap a középkori emlék helyszínére látogató zarándokok. 25 fiatal hölgy versengett tegnap este a Strand szépe 2015 gála műsorán. Egyre agresszívebbek a Szerbián átvonuló migránsok, a szerb-magyar határ mellett fekvő településekre érkezők visszaélnek az emberek jó indulatával. Követelőzőek, erőszakosak házakba törnek be. A határmenti településeken élők egyre nehezebben viselik el a szűnni nem akaró migráns áradatot. Királyhalmon ma délelőtt egy újabb migráns csoportot tartóztatott fel a palicsi rendőrség. A bevándorlók ismét felfeszítették a ravatalazó ajtaját, és bent aludtak. Ruháikat pedig a sírokra terítették ki száradni. A helyi lakosok értesítették a rendőrséget, akik a helyszínre érkezve összeszedették velük ruháikat. A migránsok az egyik királyhalmi tanyára is megpróbáltak bejutni, amikor az ott lakó fiatal házas pár kisfiúkkal otthon tartózkodott. Nem találtunk itthon senkit, azonban a helyiek azt mondják, hogy ebbe a házba próbáltak bejutni az éjszaka a menekültek, viszont a kutyák megvédték a házat. Az esetet a szomszéd tanyán lakó Tóth György vette észre. Arra jöttem, figyelemes valami hangok, vagy mit tudom én, igen. De már mindjárt kerítés körül voltak, és akkor gyorsan értesültem a kis főnöke, hogy mobila, hogy egymás, hogy csak is vannak valakik itt, hogy be akartak jönni. De hát nem mozdultunk kifelé, mert nem tudjuk, hogy milyenek a népek. Bent voltak az udvarban, láttak a nyomok, a kerítés te volt dűtve egészen, reggel mikor fölkeltünk, úgyhogy meg próbáltak feszíteni is az ajtót, de nem mertünk kimenni. Vasárnap éjjel szintén Királyhalmon 50-60 bevándorló ment be Bice Mihály fóliájába, ahol paprikát és uborkát termesztenek. A tulajdonos a házból nézte végig a rombolást, ugyanis nem mert kimenni, hogy elküldje őket. Szétharabdosták a paprikát, az uborkát csupálták, mindent csináltak ezek. Csak gondolom, ki lett dobálva. Itt van neki szana szét, amok az alma is. Most, hogy zubolkát még hogy hova dobta el anyukán, nem tudom. De úgyhogy csinálnak árokat, na. Úgyhogy nincs mit ezen szépíteni, vagy nem szépíteni. Ezek most már túlzásba viszik. A horgosi autóbusz megállónál a Magyar Kanizsára induló autóbusz várta egy helyi lakos. Arcát nem vállalta, azt mondta már, alig férnek fel a buszokra a migránsoktól. Nem lehet sehova sem menni. Buszra nem is tudom most, hogy hogy férek fel. Múltkor is abszolút nem fértem fel a buszra. Horgoson egy családi ház kerítésére terítették ki vizes ruháikat a migránsok. Hát nem mindegy volt, persze, hogy nem örültem, mikor jött a rendőrség, hogy leszedett. Tehát aki itt elment, az mindenki úgy nézett be, mint hogyha nem tudom milyen baj lenne, hogy ide teriget. Hát az embernek van terigetősi része, és hát ők ázhattak el Zézi folyamán, gondolom. A ház mellett forgatásunkkor egy kisebb menekülcsoport pihent. Itt szárították lábbeli őket, az italokat pedig a szomszédos ház párkányára tették. Amikor meglátták a kameránkat, kiabálni kezdtek ránk, majd az autó felé rohantak és megpróbáltak bejutni. Az egyikük pedig köveket kezdett el szedni, hogy azzal üldözzön el minket. Elkezdődött az ideiglenes biztonsági határzár, azaz a kerítés kivitelezése a magyar-szerb határon, az Ásotthalom-Királyhalom határátkelő közelében hétfő délelőtt, írja az MTI. A katonák acélkarókat vernek le az előző héten a honvédség által előkészített, az ajnövényzettől megtisztított és munkagépekkel elegyengetett terepen. Tiszaszigetnél és Röszkénél, valamint Kelebiánál az építés várhatóan már a héten megkezdődhet,
de pontos dátumról még nem tudnak. A határzár mintaszakaszánál alkalmazott technológiák alapján a karók a NATO drótból épített háromszintes gullákat tartják majd. Orbán Viktor kormányfő a közelmúltban az erdélyi Tusnádfürdőn jelentette be, augusztus 31-éig megépül a kerítés Magyarország déli határán. Az ettől eltérő időpontok érvénytelenek. Ukrajna felől érkező határsértőket fogott el a román határrendőrség és parti őrség hétfő hajnalban. A hatóságok egy csónakot fedeztek fel, amellyel 7 ázsiai bevándorló és ukrán vezetőjük próbált bejutni Romániába az éj leple alatt. A határrendőrség megállapította, hogy az ázsiai férfiak közül 5 Sri Lankából valók, 2 pedig afgán állampolgárok. Romániát eddig elkerülte a menekült hullám, és a gazdasági bevándorlók sem tekintik célországnak. Tavaly 1500 menekdék kérelmet nyújtottak be az országban. Az idei év első felében 12%-kal emelkedett a menedék kérelmek száma a tavalyi azonos időszakhoz képest. Viktor pont a román kormányfő néhány hónapja azt állította, érzékelhetően növekszik azon menekültek száma, akik új útvonalakon, a Boszporuszon keresztül a Fekete-tengeren próbálnak eljutni az Európai Unióba. Óriási vihar csapott le tegnap délután Palicsra, a hirtelen érkező zivatar órákon keresztül pusztított a településen, hatalmas károkat okozva. Tegnap délután hatalmas vihar pusztított Palicson és környékén. Ennek erejét ez a gyökerestől kitépett fa is nagyon jól ábrázolja. Az előrejelzések szerint a következő napokban is marad az zivataros időjárás. Ott megfogtuk, beketeztük, aztán kicsit, mikor megállt az eső, akkor én elmentem, hogy elhagyottam vissza, mert másképp nem lehetett. Ivica Gábrics a tegnap délutáni vihar pusztítását meséli. Az erős szél elsodorta a vízibicikliket és egy villanyoszlopot is elgörbített. Hirtelen megjött egy nagy szél, és akkor elkezdett kint bent a házikót is, megnyomta itt ezt a villankarót is, lenyomta, akkor eltört itt az ágat, szerintem, hogy nem voltunk ott a helyszínen, mert különben akkor ez is minket is elizéne, de így lehet meglátni is a karó is, hogy áll, most el kell hívjuk, hogy ezeket a városból, hogy csinálják meg ezt a karót, mert ez valakivel reesik, akkor annak vége. A vasárnap délutáni vihar nyomai még ma délután is látszottak. A Palicsi tópartját hatalmas tócsák, kidőlt fák és letört ágak borították. A helyiek szerint óriási mennyiségű csapadék esett a településen. A bílói vetrei, koko vidim izdesnek is, bílo, bár preko 40 liter, ono, koko, ne mered udvorust, al, kako sem dobro cene, preko 40 liter palujuč na Palicsi kise. Útközben fogott el az eső, de még sikeresen hazaértem, de utána tényleg így leszakadt az ég, majdnem feljött az eső a teraszra, akkora nagy víz volt mindenhol. A meteorológiai előrejelzések szerint hétfőn és kedden is marad a változékony időjárás. Helyenként zivatarokra is lehet számítani. A hét közepétől azonban ismét hőhullámra van kilátás. Több mint egy hétig 35 Celsius fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Gyásznapot tartanak szerdán Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban. A vihar hadművelet évfordulóján a médiának szigorúan be kell tartania a gyásznapra vonatkozó rendeleteket, emlékeztet a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium. A médiaházaknak műsoraikat ehhez kell igazítani, alkalmi zenét sugározni, az újságok fekete-fehérben jelenhetnek meg, és a címoldalon közölni kell, hogy gyásznap van. Az augusztus 5-én a vihar hadművelet során elhunytak és elődöztek. A győzelem napját ünnepelik a horvátok augusztus 4-én és 5-én, a szerbek viszont az áldozatokra emlékeznek. A viharhadműveletet 1995-ben hajtották végre a horvátok. Több mint 200 ezer szerbet üldöztek el pár nap alatt az addig a szerb fegyveres erők által ellenőrzött területekről. Két évtizede augusztus elején vonultak be a horvát csapatok Kninbe, a horvátországi szerbek Krajnának nevezett államképződményének úgynevezett fővárosába. A horvát hadsereg pár nap alatt elfoglalta az addig a szerb fegyveres erők által ellenőrzött területeket, és ezzel felszámolták a 3 évig tartó állapotot. Szerintük a szerbek ez alatt az idő alatt folyamatosan háborús bűnöket követtek el a horvát civilekkel szemben. A horvátok egyébként korábban széleskörű autonómiát kínáltak fel, de ebből a szerbek nem kértek, mindenáron ki akartak válni Horvátországból. Ezt követte a hadművelet.
A katonai rendőrségi akciót, amely az Oluja, azaz vihar nevet kapta, a horvátok győzelemként élik meg. A vihar volt a II. Világháború után a legnagyobb európai szárazföldi hadművelet. Az akció során a horvát fegyveres erők több mint 200 ezer szerbet űztek el otthonaikból. Többségük Szerbiába és a boszniai szerb köztársaságba menekült. Több mint felük a vajdasági falvakban, városokban telepedett le, mások később a jobb élet reményében nyugatra, főleg az Amerikai Egyesült Államokba vándorolt ki. A menekülés során mintegy 2000 ember tűnt el, illetve vesztette életét. Zágráb idén 2 napon keresztül ünnepli a vihar hadműveletet. A katonai parádénak mintegy 2850 résztvevője lesz, közülük 2200 a horvát katonaság tagja. Miközben Horvátország ünnepel, Szerbia gyászol. Augusztus 5-én, pontban déli 12 órakor minden pravoszláv templom harangja megkondul majd. 250.000 szerba u 4 dana je otišlo najviše ljudi u tako kratkom vremenu u istoriji Evrope. Ni u drugom svetskom ratu tako veliki broj ljudi za tako kratak vremenski period nije bio proteran i to trajno proteran sa svojih ognjišta. Mi samo govorimo istinu, a pomirenja nema bez istine. A dobrosusjedskih odnosa nema bez istine. Mi želimo najbolje moguće odnose sa Republikom Hrvatskom. Több ország is visszavonta azon tervét, hogy a zágrábi katonai parádéra küldje saját katonaságát augusztus 5-én, miután Belgrád kijelentette, hogy szerbellenes hozzáállásnak tekintenék a részvételt. Egyebek mellett a NATO tagországok sem vesznek részt az ünnepségen, amit Vulin a szerb diplomáciai kapcsolatok sikerének könyvelt el. Ugyanakkor Szarajevo megtiltotta, hogy Bosznia-Hercegovinában megemlékezzenek a szerb áldozatokról. A szerb miniszter szerint ez a bosznia-hercegovinai kormány nagy szégyene. Az Aracsi puszta templomot ünnepelték vasárnap a középkori emlék helyszínére látogató zarándokok. Az ünnepi szentmisét idén is Mellár József, törökbecsei plébános celebrálta. Ezt követően az ünnepi beszédek alatt Dulinszky Gábor evangélikus püspök helyettes és Orosz Attila református esperes is szólt az egybegyűltekhez. 17. alkalommal került megszervezésre az Aracsi puszta templom emléknapja, amelyre számos vajdasági és külföldi helyiségből is érkeztek vendégek. A zarándokokat évről évre vonzák a romtemplom falai. Az épület a vajdasági magyar közösség egyik legkiemelkedőbb szimbóluma. Nagyon-nagyon tetszik, nagyon különleges hangulata van, és nagy hatással van rám ez az építkezés, és hogy ilyen szinten fennmaradt, és tudták rekonstruálni az egészet. A nyugdíjasok mondták, hogy lehet jönni, és akkor szóltunk, hogy mi is szeretnénk eljönni, de nagyon örülünk, mert nagyon szép volt. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint az Aracsi puszta templom egy olyan érték, amelyet tovább kell vinnünk a jövő generációi számára. A falaknak van egy kisugárzása, vagy az ember úgy gondolja, hogy van nekik, vagy úgy érzi, hogy van nekik. Szerintem van nekik. Mindig egyfajta fölemelkedettség, egy emelkedettség van itt a műsor ideje alatt, mert akik ide bejönnek, azok ezt hozzák magukkal. Az emléknapot idén is az Aracs Hagyományápoló Társaság szervezte. Már 16 éve szervezik az emlékünnepséget, a munkakciókat évente 14-15-16 munkakciót a környékének a rendezésére, mert valamikor ez bent is bemut néve embermagassági gazda, és akkor azt szeretnék, hogy hát a következő legalább még 10-20 évben is bírnánk ezt megszervezni, hogy hát még unokáink is láthassák és élvezzék ezt a csodálatos varázsát a templomnak. Dobai János, a tordai helyi közösség tanácselnöke ünnepi beszédében elmondta, nem volt könnyű 1000 éven át megmaradni, de annak a nemzetnek, amelynek ilyen múltja van, van jövője is. És én bízom abban, hogy még nagyon sokáig fogunk mi itten együtt ünnepelni, nagyon sokáig fogunk még ódon falak közé jönni, és hogy még nagyon sokáig, évszázadokig fognak ezek az ódon falak itt bennünket megvédeni, megőrizni. Az emlékünnepség hagyományosan művelődési műsorral zárult.
Elindult a Kárpát-medencei Szórvány Magyarságot segítő Petőfi Sándor program. Mindent meg kell tenni a szórványban a magyarság fogyásának megállításáért, és adott esetben ennek a folyamatnak a visszájára fordításáért, hangsúlyozta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a program oktatási hetének indulásakor ma a budapesti Magyarságházában. Hótápi Árpád János kiemelte, a kiutazó fiatalok vállalták, hogy a magyarságot képviselik a határokon túl, és mindent megtesznek a szórványban élők segítése érdekében. A Kőrösi Csoma Sándor program mintájára indított program az egykori monarchia területére terjed ki, érintve Romániát, Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Ausztriát, Szlovákiát, Csehországot, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Dél-Lengyelországot. A program időtartama 9 hónap és 50 fiatal utazik ki. A nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatás előmozdításáról tárgyaltak ma a nemzeti közösségek nemzeti tanácsainak képviselői Srdjan Verbić oktatásügyi miniszterrel. Az oktatás és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény módosítása és kiegészítése kapcsán megtartott gyűlésen kiemelték, a kétnyelvű oktatás nem egyenlő a kisebbségi nyelven történő oktatással. Azt kérték, a 15-nél kisebb és 5-nél nagyobb létszámú osztályok megalakulását is hagyják jóvá annak érdekében, hogy megőrizzék a diákokat. Az ülésen a nemzeti tanácsok az új tankönyvtörvény alkalmazásában gyakorolt szerepét is megvitatták. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Kenyérünnepet tartottak tegnap Keviben. Véget ért a 36. temerini alkotóműhely és képzőművészeti tábor. A megváltozott időjárási viszonyok és az újabb termelési technológia konyhakertészetet a zárt termesztőberendezésbe szorítja. Vajdaságban több 10 000 négyzetméteren folyik fóliás termelés, ami évente növekszik. Tartományi támogatásból épített fóliás sátrat Szarvák Imre muzsiai termesztő. A sátorban kialakított mesterséges viszonyokat sokkal jobban tűri a növény, és minőséges primőrárut, valamint nagyobb mennyiséget lehet előállítani, mint a szabad ég alatt. Így jövedelem is marad a gazdaságban. Ez egy biztonságosabb termelés, amiben a befektetés elég nagy, de a profit itt vissza tud jönni. Mivel a kinti termelésből nem ez a, az nem olyan biztos termelés, mint a fóliában. Szerbiában 300 000 hektáron folyik konyhakertészet, ám ennek csak egy töredéke a fólia alatti, pedig a szakmabeliek szerint ebben van a jövő. Próbálják ki a fiatalokon, kínálják meg nekik, próbáljanak egy-két évet, hogy csinálják, amelyik akar. Biztos van jövedelem rajta, biztos van, csak dolgozni kell. A jövő a szakosodásban és a költséghatékony gazdálkodásban rejlik, olcsón viszont nagyon nehéz termelni. A talpon maradásért nagyobb állami támogatásra lenne szüksége a termesztőknek. Mind szerintem az államtól függ, hogy az állam hogy fog hozzáállni, mert például tavaly a paradicsom az sokkal rosszabb termés volt az időjárási viszonylatok miatt, sokkal-sokkal rosszabb volt, de nem volt paradicsom, hoppá, külföldről hoztak be, megint leverték az árat. Most sok a termelő, sok a paradicsom, nagyon jó termett az idén, most megint kicsi az ára neki. Szóval itt az államnak, hogyha egy kicsikét más politikája volna, szerintem sokkal jobban. A szövetkezés nagy valószínűséggel megoldhatná konyhakertészek problémáját az értékesítésben. Viszont a követelményeknek, amit a minőség és a mennyiség tekintetében támasztanak, nem sokan tudnak eleget tenni. A termesztők ezért a kisebb piacokon árulják terményeiket, és így teremtik elő a mindennapi bevételt. Átadták a közlekedés biztonság fejlesztésére szánt támogatási szerződéseket a Magyar Kanizsai Városházán hétfőn délelőtt. Ezeket a tartományi pályázatokon nyerték a Magyar Kanizsai, Zentai és Adai önkormányzatok képviselői. A Magyar Kanizsai önkormányzat tavaly is az idén is a horgosi kerékpárút kiépítésére kért és kapott támogatást. A Magyar Kanizsa tavaly 1 600 000 dinárt kapott a titkárságtól a horgosi kerékpárút első fázisának kiépítésére. Ennek köszönhetően idén tavasszal elkészült az első fél kilométeres szakasz horgos és
Horgoson a Kanizsai úton. A másfél kilométeres második fázisra ezúttal 4 millió dinárt adott a tartomány, a megmaradó másfél kilométer kiépítésére jövőre kerülhet sor. A zentai önkormányzat a Tornyosi úti kerékpárutat szeretné kiépíteni. 2,2 millió dinárt kaptunk is, ugyanennyi, tehát 50% önrésze mink is hozzájárulunk, tehát ez a kerékpárút egy olyan 4,5 millió dináros projektum. A közbeszerzés ki van írva, 28-án augusztusban jár le, úgyhogy reméljük, hogy ez szeptember vége felé, október hónap folyamán ez a munkálatok be is lesznek fejeződve. Ada önkormányzata az általános iskola körüli közlekedési szignalizáció fejlesztésére 2 millió dináros támogatáshoz jutott. 2007 és 2015 között a Kanizsai önkormányzat közel 20 millió dinár támogatásban részesült a titkárság részéről közlekedési projekteknek a megvalósítására. Az zentai önkormányzat is körülbelül 17 millió dinár támogatást kapott, és az adi önkormányzat is közel 8,5 millió dinár támogatást kapott az elmúlt időszakban. Fejsztámer Róbert, a Magyar Kanizsai Önkormányzat gazdasági főosztályának vezetője elmondta, hogy a közlekedés biztonsági támogatásokon túl Magyar Kanizsa az elmúlt egy évben további 9 millió dináros támogatást kapott a tartományi titkárságtól. 14 vajdasági egészségügyi intézmény jutott vissza nem térítendő támogatáshoz. A tartományi nagyberuházási igazgatóság pályázatán 254 millió dinárt osztottak ki ma Újvidéken. A támogatás karbantartási, felújítási, bővítési munkálatokra, illetve a szükséges felszerelés beszerzésére használható fel. Dobili smo sredstva koja treba po završenim građevinskim radovima do kraja ove godine da obezbede neophodnu opremu da bi prostor bio odmah osposobljen za funkcionisanje. Pályáztunk a sterilizáló rendszerekre. Egyik a plazma sterilizátor, ez a legkorszerűbb egyik sterilizálási módszer. Azok a műszerek sterilizálására szolgál, amelyek nem bírják a hőt. A pályázat kiírásának két célja volt. Az egyik az, hogy a vajdasági egészségügyi ellátás minél magasabb szintre kerüljön, a másik pedig, hogy a megfelelő feltételek biztosításával a hazai szakembereket itthon tartsák. Éppen ezért a tartományi nagyberuházási igazgatóság már ezen a héten újabb pályázatot ír ki. A hét folyamán, a hét végén reméljük, hogy még a harmadik kör is, hiszen még maradt bizonyos pénzeszköz, valamennyivel szerényebb, mint eddig volt, de ez is 200 millió dinár körül lesz. A következő pályázatra a kórházak mellett az egészségházak is jelentkezhetnek. Kenyérünnepet tartottak Keviben tegnap. A délelőtti ünnepi szentmisét követően délután a falu utcáin lovaskocsikon vitték körbe az új kenyeret és a búzából font koronát. Este pedig művelődési műsor és tűzijáték várt az érdeklődőket. Zenta város fúvószenekarának muzsikájára gyülekeztek a keviek a kenyérünnepre. Délelőtt hálóadó szentmisével köszönték meg az égieknek a bőtermést. A helyi gazdák elégedettek az idei búzahozammal. Az zagatás befejeződött, taglóhántásokat megcsináltuk, amennyire bírtuk, szárazság van, de annak ellenére a búzák elég jó teremtek, jobban, mint ahogy vártuk volna, úgyhogy a zagatás sikeresen végre van hajtva. A falu apraja nagyja lovaskocsira fiák erre szállt, hogy bemutassák az aratás első eredményét, az új kenyeret. Körül megyünk a falun, és körül viszik a kenyeret, meg a koronát is visszük. A faluban nagy hagyománya van a rendezvénynek. 23. alkalommal fejezik be az aratási munkálatokat ünnepi keretek között. A lényege az, hogy a búzából font koronát végigvigyék a falvakban, valamint a kenyeret, amit megsütöttek, és ezzel is bizonyítsuk, hogy lezárult az aratás. A falu népei az utcákban megkínálják a kocsisokat, pálinkával, üdítővel. Az összetartozás kifejezéseként a 23. kenyérünnep keretében a magyarországi Kozár Michelin és a házigazda Kevi művelődési egyesületeinek képviselői együttműködési megállapodást írtak alá egymással. A rendezvény látványos tűzijátékkal és hangulatos aratóbállal zárult. A kevi gazdák elégedettek az idei búzatermésssel.
lovas felvonulásról mutatták be az új kenyeret a falu lakóinak. A csantavéri Vituska Tíma fejére került a korona a magyar szó strand szépe vetélkedő döntőjén. A verseny tegnap este tartották meg Magyar Kanizsán. Több éves kihagyás után a magyar szó 4 évvel ezelőtt újraindította a strand szépe vetélkedőt, amelynek idei döntőjére a hagyományoknak megfelelően szintén a magyar kanizsai strandon került sor. Akkor több mint 50-en jelentkeztek, ezért 2 elődöntőt is kellett tartani. Azóta azonban a jelentkezők létszáma nem éri el a 30-at, idén például 25-en mutatkoztak be a páston. Az utána következő 3 év az pontosan erről tanúskodik, hogy a résztvevők száma az 20 és 30 között van, tehát azt kell mondjam, hogy beállt ez a viszonylag standard és konstans létszám, tehát úgy tűnik, hogy egy évben mi vajdasági magyarok ekkora reprodukcióra vagyunk képesek, ennyi ifjú és bájos hölgyet tudunk kitermelni magunkból, olyanokat persze, akik hajlandók is megmutatni magukat. A lányok először bikiniben vonultak fel a zsűri és a közönség előtt, majd az estélyi ruhás bemutatkozó következett. A 2 közötti szünetben Magyarzó Pistike, majd pedig az est sztár vendége Berecki Zoltán szórakoztatta az egybegyűlteket. A magyar szó olvasóinak szavazatai alapján a legszebb lánya Temerini Vegyelek Flóra, udvarhölgyei pedig a Tornyosi Homolya Renáta és az Adorjáni Gál Orsolya. A legfotogenikusabb lánynak a szabadkai Szűs Szilviát, a legszebb mosolyúnak a török kanizsai István Gittát választották a rendezvény támogatóinak képviselőiből álló zsűri tagjai, amelynek elnöke Bimbó Mihály, magyar kanizsa polgármestere volt. A szakmai zsűri döntése értelmében az idei strand szépe büszke címét a csantavéri Vituska tímja érdemelte ki. Első udvarhölgye a kispiaci Arnold Laura, második udvarhölgye pedig a horgosi Halász Vivien lett. Nem ez az első versenyem, több szépségversenyen is részt vettem már. Eddig eredménytelenül, most szerencsére sikeresen. Biztos, hogy lehet ezzel kezdeni valamit, szeretnék is, hogyha adódik rá alkalmam. Nagyon fárasztó egy nap volt, úgyhogy egész nap idegeskedtünk. Hát már nagyon igazából örülök, hogy vége lett a napnak, és ilyen sikeresen teljesítettem. Hát igazából úgy gondoltam, hogy 18 évesen ezt is ki kell próbálnom, és hát most miért ne? Megpróbáltam, és hát elég szép eredménnyel zárult, úgyhogy nagyon örülök. A díjazottak értékes ajándékokkal távoztak Magyar Kanizsáról, de a magyar szó támogatóinak jóvoltából a döntő egyetlen résztvevője sem ment haza üres kézzel. Múlt héten tartották meg a 36. Temerini Alkotóműhelyi és Képzőművészeti Tábort. A TAKT résztvevői július 26-a és augusztus 2-a között alkothattak a természetben a temerini hevértanyán. Picasso, Stanley Kubrick és Tapie műveit is idézik a temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Táborban a művészek. A TAKT idei témája az omázs. Gyuris Robert több mint 10 éve vesz részt a TAKTon. Idén a szobrász Indiana egyik művét próbálja elővarázsolni sajátos módon. Az egyik emblematikus munkáját választottam ki, ezt a Love logót, amit egy kicsit átdolgoztam a saját ízlésem szerint, meg gondolatvilágom szerint, és ezt átalakítom majd egy lóvé felirattá, úgyhogy az eredeti nyomatot kiegészítem dombornyomású ékezetekkel, ami igazából grafikai színben nem jelenik meg, csak plastikában, és ettől kap az egész egy kicsit fricskát. Utcai Dávid festőművész is egyike a táborba folyamatosan visszatérő művészeknek már közel 20 éve. Ez alkalommal a tábor témájához illeszkedve Picasso stílusát és szellemét próbálta meg festményébe zárni. Itt nincs internet, itt nincs áram, itt nincs kényelmes zuhanyzó. Ez mind egyfajta próbatétel, és ez egyfajta művészeti katonaság. És úgy gondolom, hogy itt ebbe a tűzbe mindenkinek meg kell perzselődni egy kicsit, hogy edzettebb legyen. A táborlakók és a szervezők szerint is a szakmai tapasztalatok cseréje és megosztása az egyik legfontosabb momentum a TAKT-nak. Természetesen egy művésztelep mindig is újabb inspirációkat szolgáltat, új élményekkel térünk haza, új erővel feltöltődve tudjuk folytatni a hétköznapi munkánkat. A TAKT-on létrejött műveket ősszel egy tárlaton fogják bemutatni a művészek Temerinben.
A magyar női vízilabda válogatott 10 hétre legyőzte Kanadát a kazanyi vízes világbajnokság 9-12. Helyért vívott rájátszásában. A meccset jó védekezéssel indították a magyar lányok. Az első 5 percben csupán egy kapura lövésig jutottak a tengeren túliak. A nagy szünetet követően a magyarok már 2 góllal is vezettek, 6-4-re. A hajrában Merész András csapata tovább növelte előnyét, így a Kazaksztán-Brazília párharc győztesével csap majd össze a 9. helyért. A szövetségi kapitány a meccs után elmondta, hogy ez a győzelem még sebb tapasznak sem jó azután, hogy az éremesélyesekkel induló magyar női vízilabda válogatott nem jutott be a VB-n a legjobb 4 közé. És eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Elkezdődött az ideiglenes biztonsági határzár kivitelezése a magyar-szerb határon. Hatalmas vihar pusztított tegnap Palicson. Az aracsi pusztatemplomot ünnepelték vasárnap a középkori emlék helyszínére látogató zarándokok. 25 fiatal hölgy versengett tegnap este a Strandszépe 2015 gála műsorán. A híradó végén köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!